Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig az űrgolyhókról. Kérlek, amennyiben tetszett a videó, egy feliratkozással támogasd a csatornát. Mel Brooks egy 2013-as interjúban azt mondta, hogy ő szerezte meg személyesen George Lucas-tól a jogot, hogy Star Wars paródia filmet készíthessen. Lucasnak egyetlen egy feltétele volt, mégpedig az, hogy semmilyen terméket nem jelentethetnek meg a filmhez. Tulajdonképpen ennek a kikötésnek köszönhető a Jokurt ajándéktárgybolt poén. Az ebben a jelenetben megjelenő árucikkek nem valódiak, sőt transformeres ajándéktárgyakat alakítottak át a felvétel kedvéért. Egyébként, ha jól megfigyeljük, az űrgólyhós kifestőkönyvön látható is Optimus Prime. George Lucas nem csak engedélyezte a filmet, hanem segítette is az alkotói folyamatot, kölcsön adott néhány modellt. Mel Brooks úgy nyilatkozott, hogy a premier után levelet kapott a híres rendezőtől, aki azt írta neki, hogy nagyon szerette a filmet és rendkívül jókat nevetett rajta. Az űrbolyhóban végső soron Luke Skywalker paródiája nem jelenik meg. Ez is koncepció volt, mert Brooks mindig is Han solo tartotta a Csillagok háborúja filmek főszereplőjének. Azt azonban George Lucas javasolta, hogy a filmben megjelenő Lone karakter sokkal inkább Indiana Jones paródiája legyen, mint sem Han solo -é. kutyaként való megjelenítésének is ehhez van köze, hiszen mind Csubakkánt, mind pedig Indiana Jones nevét George Lucas kutyája inspirálta. Ha jól megfigyeljük Gaz büféjének parkolóját, láthatjuk az ezer éves solymot, ezt a modellt George Lucas adta kölcsön a produkciónak. Bell Brooks egyfajta poénnak szánta, de tényleg felvette a kapcsolatot Tom Cruise-szal, illetve Tom hanks hogy vállalják el Lone Star szerepét. Azonban mindkét színész visszautasította a felkérést. Ezután megkeresték James Kent, aki hajlott is volna rá, hogy elfogadja a szerepet, azonban nem sokkal a forgatás megkezdése előtt megbetegedett, így vissza kellett mondania. Bár annak idején arról is írtak az újságok, hogy túl magas gázsit kért, ezért választotta a produkció, az ekkor még szinte ismeretlen Bill ment a főszerepre. Mel Brooks az egész szereplőgárdát dicsérte, de külön kiemelte Rick Moraniszt, illetve John Candyt, akik nagyon sokat rögtönöztek a forgatás során, így több vicc is nekik köszönhető. John Candyt morzsa szerepére egyébként Rick Moranis javasolta Mel Brooksnak. Bár a filmből kimaradt, de a forgatókönyvben visszatérő poén, hogy akárhányszor vakarózik morsa, mindig megkérdezi valaki, hogy a bolhákkal van-e gondja. Az eredeti terv szerint John Candynek egy ráncos buldogra emlékeztető maszkot kellett volna viselnie alakítása során Mel Brooksnak ezzel leginkább az volt a gondja, hogy ha elrejtik John candy akkor mi értelme, hogy ez sztár a szerepet. Így végül azt a verziót javasolta a rendező, amit láthatunk a filmben. John Candy elmezét három ember irányította, és egy 15 kilós elem táplálta, mely a hátára volt szerelve. A színész vezérelte a farkat, két asszisztens pedig a füleket. Mel Brooks a tuti dologban látta először Daphne Zunigant, és azonnal neki ajánlotta fel Veszpa hercegnő szerepét. Nagyon meg volt elégedve a színésznő teljesítményével, és később ő ajánlotta be a Légy Kettőbe, melyet Mel Brooks produkció cége forgatott. Mel Brooks felajánlotta Daphne Zunigának, hogy nem muszáj énekelnie, meg tudják a jelenetet máshogy is oldani, azonban a színésznő ragaszkodott hozzá, hogy megcsinálja van egy olyan plejka, hogy a film végén az egyik majmot Michael York játsza. Nos, a színész azt mondta, hogy igaz, hogy szinte minden életrajzában feltűnik, de valójában nem szerepelt az űrbolygókban. Mel Brooks viccesen megjegyezte, hogy azért szerződtette Michael Winslow-t az egyik szerepre, mert így megsporolt ezer dollárt a színész által produkált hangefektekkel. John Hurt jó barátja a rendezőnek feltűnt már egy korábbi alkotásában a világtörténelem első részében. Megjelenését az űrgolyhókban szívességképpen vállalta, de azt, hogy konkrétan az élienben lévő jelenetét kell parodizálni, csak ott tudta meg a forgatási helyszínen. Viccesen meg is jegyeztem el Brooksnak, hogy ha ezt előre tudom, akkor ezért pénzt kértem volna. Abban a jelenetben, amikor Lord Helmet megkérdezi, hogy hány balfasz van a hajón, szinte mindenki feláll egy ember kivételével. Az a rész, hogy a karakter a babáival játszik, nem szerepelt a forgatókönyv, mert Rick Moranis találta ki. Lord Helmet járművét úgy oldották meg, hogy alá tükröket szereltek, majd felkavarták körülötte a homokot, így keltve a levegés illúzióját. Abban a jelenetben, amikor nézik az űrgolyhók videokazettát, a polcon Mel Brooks filmjei mellett feltűnik jó pár péntek 13, illetve Rocky folytatás is. A mozi elején pontosan 1 perc 32 másodperc, amíg elhalad az űrhajó. Valin Herceg neve utalás a Váliumra, mely egy altatónak is használt gyógyszer. A Vespa hercegnő esküvőjén megjelenő papot a társforgatókönyvíró alakítja. Pizza Alahat segédjének Vininek az arcát sminkkel értékel, nem használtak hozzá maszkot. Mel Brooks úgy nyilatkozott, hogy gyermekkori vágyát sikerült beteljesíteni az űrgolyhókban, ugyanis mindig is elnök akart lenni. Azt is hozzátette, hogy a forgatókönyv első változata 247 oldalas volt, és ebből később 140 oldalt kukáztak. A direktor azt is megemlítette, hogy sosem kedvelte igazán a rendezési folyamatot, számára az igazán kreatív tevékenység a forgatókönyvírás. A rendező szerint az egész forgatás legnehezebb része az volt, amikor jogurtot kellett eljátszania. Az aranyszínű festéktől kiütések keletkeztek az arcán és a nyakán, illetve térden kellett járnia, ami egy idő után nagyon kellemetlen volt. Először 2004-ben merült fel, hogy elkészülne az űrgolyhó második része. Akkor Mel Brooks úgy nyilatkozott, hogy a Szitek bosszújának bemutatójához időzítené megjelenését. Azt is hozzátette, hogy lehet, hogy egy picit megpróbál kiszúrni George Lukasszal, és egy héttel az ő filmje előtt mutatná be moziát. Végül ugyanekkor nem történt előrelépés, de 2015-ben újra felmerült, hogy elkészül az űrgolyó 2. Mel Brooks úgy fogalmazott, hogy mindenképpen szüksége lenne egy kis pénzre, úgyhogy le kéne forgatnia a második részt. Azt is hozzátette, hogy beszélt Bill pullman -e, aki szívesen visszatérne Lone Star szerepében. Ugyan folyamatosan plegykálnak róla, de a projekt azóta sem valósult meg. Ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni az űrgolyhókról, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!